Hello, sziasztok, mi vagyunk azok a csávók, és a mai részben Zubrovkát fogunk inni. Többen kértétek. Ezt már nagyon jó volt, tervezzük. Ja, ez már egy 3-4 hónapja össze van írva. Mindig közbe jött ilyen videó, olyan videó, ez sürgős, az sürgős, ez még jobb. Na, szóval a Zubrovkáról pár szót. Ez egy lengyel pár fehér orosz vodka, védjegy. Azért kapta a nevét a Zubrovkát, mert lengyelül így van a bölényfű, ami van benne. És angolul, szár... Igen. Magyarul meg Szent Perje. Ez amúgy jó lesz. Mostanában sok ilyen vodkás adás volt, de ez... Én ezt jobban várom. Egészségünkre. Egészség. Na, az íze az nem rossz. Nagyon jó. Elég valami különleges. Ez teljesen rendben van. Jó. Na, akkor kezdjük is el. Válasszunk el. Jó. Tehát akkor első koktélunk ma a Limongrass nevet viseli. Ebben 4 cent zubrovka fog kelleni. Fél citrom level fejenként. Kis mentalevél, illetve citromos ájztea lesz a felöntő benne. Bocs. Ez jó pia, ez tetszik. Tetszik a design. Egyszerű, klasszikus. Mégis nagyszerű. Nem túltolt. Megvan az entertaining is, benne van ez a kis bölényfű, mondjad más néven. Illetve szemperje. Igen, mert mindig máshogy kell hívnunk ezeket a dolgokat. Szóval én ezt az adást, most én ezt várom. Mert ez egy jó nem tűnő dolog. Tomi az már közben itten nagyban hátul serénykedik, csinálja a dolgait. Lerakjuk jéggel, mert van jég. Meg a jég koktélnak a alapösszetevője. A lelke! Jön az. Csak simán bele. Az csak igen. Azt megpaszt. Nem, így egybe szerintem rakjuk bele. Így egybe? Csak paszkol. Jó, nekem. Még? Szia. Fel kell ébreszteni. Azt mondják ilyenkor, meg kell... Kell... Mondd neki, hogy kelj már fő! És ez van, Egi. Jó. Oh, igazán frissít. Amúgy olyan? Citrusos kellemesen pont, ahogy szeretem. Tehát jó, így csomagyik a sabonkás. Jó volt nyár végére, sikerült ezt megcsinálnunk. Igen. Ezt lehetett volna egész nyáron oda beöldözni. Ez nagyon jó. Ez ilyen kis kellemes iszogatós dolog. Semmi erőszakos íz nincs benne. Csak így van. Ki ez az ember? Ember! Rükk már meg mámit! Csináltunk kakukkfű szirupot. Inzer kakukkfű készítős videó hír. Tehát most akkor felforraltuk a vizet, levettük a tűzről, és belevágtunk egy maréknyi kakukkfüvet, és most 10 percig hagyjuk hűlni. És nagyon jó az illata már. Na és ezután még amúgy megfőtett levettük, hagytuk, hogy ott pihenjen benne a kakukkfű egy picit, vágtunk hozzá cukrot, rá a tűzre, egy vastagot alácsapni, hogy felforjon, addig kevertük, amíg homogén állapotú nem lett a cukorral a víz. Aztán hagytuk kihűlni. És akkor ami kell ebbe a koktélba, ami névtelenül szerepel a listánkon, 5 cent zubrovka, 2 cent grapefruit lé és 1,5 cent kakukkfű szirup. Elég jó hangzik. Ja, még erről a kakukkfű szirupról annyit, hogy amúgy szerintem, nem, tehát hogy csináltok nyugodtan, ilyen bögre nagyságukba, mert hogy bögre víz, bögre cukor, a kakukkfű bele, azt ez nem fog megromlani egy hamar, mert ugye cukor, ez tartósítja, mint az atom, a víz az annyira nem romlék, hogy kakukkfű meg na, meg el van. Köszönjük szépen a cuccokat még egyszer a koktélboltnak, ahonnan végre most már tudtok venni ti is, hogyha akartok jó kis báreszközöket, és így otthon is tudjátok csinálni magatoknak az azok a csávókos koktélokat. És jön bele a prémium jégkocka. Az Ice Cube Hungary-től, köszönjük szépen az Ice Cube Hungary-nek, hogy szolgáltatok nekünk jeget. Sponzor percek. Sponzor percek. Fíjű fíj. Micsoda? Vagy amúgy ezt rendesen, ezt nem ilyen szarból kéne, rendes grapefruit levét. Ja, facsarjátok, csak hát nem volt grapefruit tesztmódba. Fágod? Egy darab se. Ja. Sehol semmi. Ó, már ott kandikál már kifele aranyos valaki, és ebből lépjük el. Illatos szentperje. Illatos az anyát! Aztán már ezt megesszük.
Nem tudom, amikor én legutóbb ittem egy ilyet üvegben ittuk, és az utolsó, aki kivégezte a üveget, az véletlenül benyelte a fűszálat és az utolsó kortja. Nem? Figyelj, ez a... Elég lesz. Négyet rakod? Nem. Ötöt. Nem, ugye, mint van három. Nem. Nem. Majd meggyőztenek a biztonsági felvételeket. Ancsa, nézd már meg. Köszi. Köszi kell. Igen, most használunk dupla szűrőt, mert a rostokat nem fogja fel a sima szűrő. Rostok. Utusú. Egészségünkre. Na ez. Na ez kamion. Na ez. Ez nekem ez kakukkfű. Nekem ez kamion a teja ízű. Hát ez nekem nem ízlik. Nekem úgy tényleg? Az alapja jó lenne, de nekem több grapefruit adna. Amúgy lehet. Nekem de nem. Amúgy... Nekem nagyon nekem ez így is különleges, jó. Csak buzi vagyok. Buzi vagyok. Buzi vagyok. Uh-huh. Ez ilyen gális pia. Sajos. Nekem az, hogy egy kicsit édes. Olyan, olyan, mint valami likőr. Amúgy nem rossz. Ja, amúgy tényleg jó. Nekem jól mondhatom, hogy ízlik. Nekem is. Következik a harmadik versenyzőnk a mai napon, ez név nélküli, ezt akkor gondolom, mit találtuk ki. Ebbe kelleni fog 4 cent zubrovka, Tony Ferentőnek, illetve almaszeleteket fogunk bele dobálni. Tojálni. Az legyen a neve, hogy Hello Tonic. Aha, jaj, csak úgy annyit, csak beledobálni. Jó, kérek, köszönöm. Szia uram, köszi. Gyermek. Ismerősünknél van is régen szemben egy szomszéd ház, ahol most költöztek be újdonsült barátaink, és azok csinálják azt, hogy így kimennek a sarokra, fognak egy ilyen, ezért, egy ilyen zsákot, azóta már volt műanyag palack is, most te megjön a vízzel, meg aha. Zsák, tele rakta ilyen törmelék, meg homokkal, igen. Én azt kimennek az utcára, azt ott boxolják napkodban szépen nagyba. Ezt úgy kell, azok gyakorolnak. Azt követett. És ez így, ez ilyen idilli. Nagyon látom. Szép, igen. Egi-egi. Marha kell. Egészségünkre. Ott van. Ah, ez jó. Rohadtul az almát, én nem érzem meg ugye. Mert egy kis almalével kellett volna. Amúgy szerintem nem rossz. Jó, nem. Gánosoknak ugye többnyire az a lényege, hogy vagy az, hogy jól nézzen ki tőle, nyilván. Meg az, hogy izé, hogyha például a gin tonikokra azért pakolnak mindenféle izé szutykot, mert amikor, jó, az amikor iszod, tudod, érzed az illatát, az amikor valaminek is tonik, izé. Hát, tudom csak, hogy a gárnisoknak többnyire ilyen szerepük van. De egyszerre hülye köcsök. Megvan a kémia vágod. Vágod tesó, bro chemistry, meg minden izé. Meg broker. Tényleg Maricsi a fringé. Hát igen, a misszió most a primet elég. Ha akarod még erősebben áthúzni, és ne, meleg. Kisgyerek. Kakas. Gratulálok! Kakas. Kalap. Tiéd a mai kakas. Kalap díj. Kakas. Kisgyerek. Kakas. Kakas. Az idei kakas. Kalap díj tulajdonosa. Mr. Köcsök. Mr. Dorsomás. Nyomd rá! Tiéd úr csücsön. Nyomd rá, cik. Mintha mi se történt volna, vágod? Ámen. Pedig nem is templomban vagyunk. Akkor elérkeztünk a vízszünethez, égjetek egy jó pofa vizet, mert az mindenkinek jó, hidratáljátok magatokat, főleg, hogyha isztok. Egi, egi. Gondoltam, ez vicces lesz. Bicsi ma nagyon nem. Kakas. Én hivatalosan is felmondok. Tehát következik az utolsó előtti versenyzőnk. Névtelenül szánharcba. Ebbe 5 cent zubrovka fog kelleni, 5 cent málna összetörve, 2 cent citromlé, méz, egy kis orange bitter, egy dessel, illetve szóda. Bázony, szóda. Nice! Jó. Mozsár, mozsár, itt szól a kis madár. Mozsár, mozsár, és körbe-körbe jár. Ez kis angyalom. Oh.
Ezt mindenképp szűrjétek majd le amúgy valahogy, mert ha így a nálát így izélitek fel, akkor azok a magok, azok nagyon nem kellemesek, hogyha kellemetlen benne vannak. Kellemetlen legyen, is tudnak okozni a málna magok. Fogak közé ragadó málna magok. Úgy. Úgyhogy széndioxidot mutasson meg neki. Jó munka. Liftja velem. El vannak a hülye gyerekek, ha játszanak. Egészség! Szia! Egi! Figyelj, nem mondom, hogy kimagasló, de nem rossz ez. Lehet, hogy több málnával jön benne. Ja. Végül, de nem utolsó sorban, a Zuentsider nevű zubrovka koktél következik, amiben 4 cent zubrovka fog kelleni, almás szájder felöntőnek, illetve almaszeletek fognak még a pohárba kerülni. Egy. Egészség. Nézzük. Hát igen, mit is vártunk ugyebár? Jó strongó, finom zubrovka, jéggel, almen. Világbajnok. Kérdezem én, hogy... Egyszerű, nagyszerű. Szerintem ezt világbajnok kapitány is ajánlom. Egyéb kérdéseiteket írjátok le kommentben. Ez a pia majd megválaszolja. Tudom ajánlani mindenkinek, hogy szereti az almát. Finom. Amúgy, ez egy zseniális pillanat szerintem. Ki az, aki megöszi az almának a csutkáján? Az írja meg kommentbe, és majd jól lealázzuk. Vagy megalázzuk, bocsánat. Kérdez az én almámat? Én így nem eszem meg. Van mi? Na benne van ez a sok izé. Biztos elég, nem kéne még kivágni? Van még a héját is. A héját lesz, anyám? Nem. Zájna, áj, csak a héját ne szedd le! Hey. Kérlek, ne! Vagy leveszed a héját. Az a legjobb része. Tudod, ő az a gyerek, akinek kiskorában az anyja levágta a szendvicsnek a széléről, tudod, a héját, hogy finomabb legyen a szendvics, vagy hát, hogy megegye. Hogy ez tök jó, hogy itt van közepén egy luk, amikor be pont akkor... Szóval, tök jó, hogy itt van egy luk, ami olyan, mint a izé, pont akkor, mint a szívószál. Mert amúgy, hogyha így iszod, hogy benne van az, akkor még, hogy szívod fel, közben hűti ugye a szívószál. 200 IQ... FBI, open up! 280 km utaztak a piával, hogy itt mi ihassuk, érted? Így van. Mi, az az nyerjen, aki nem tud inni? Hát a, nem, hát de most az nyerjen, aki nem tud koktélokat keverni. Hát srác, 10 000-et verjük már oda, már 500 emberkel. Nem utazzanak egy piával, tényleg. Micsoda? 7. 700 kemény? 9300. De hogy legyen már meg a 10 000, hát na. Hát akkor lesz nevünk, vágod? Aha. Én repet a szezon, nyomjunk már, igen. Melyik volt a legjobb, abból nyomjunk még egyet. Na, hogy várj. És mi lenne valamit kitalálnak? Amúgy ja! Jó. Na, akkor most az lesz, hogy mivel maradt még 3 cent fejelként körülbelül, így most az lesz, hogy mindenki csinál magának egy koktélt, és akkor majd megnézzük, hogy a többiek mit gondolnak róla. Na, szóval az enyémben lesz a 3 cent zubrovka, 2 cent violaszirup, ugyanennyi cent cukorszirup és ugyanennyi cent citromlé. Valamint ezt mind felöntjük majd a végén almáléjével. Ja, ez pont 2 cent lett amúgy. Tökéletes. Jó, szóval benne van a 3 cent zubrovka, 2 cent citromlé, 2 cent cukorszirup. Ezt összesíkeljük nagyba. Na most, hogy! És akkor még erre rakunk egy kis almalevet. Hát akkor az én választottam az őlet. Mr. Szervírozás. Mr. Szervírozás. Gyorsan, nem fog ízleni, de amúgy nekem zseniális. Édes, nagyon, de jó. Tök rendben van ez, Filip. Az a viola, ez jó, mert én szeretem a violát. Mert majd Ricsinek, ami nem szereti a violát. Ezt a legfontosabb részt elfelejtettem. Citromhéj. Az első koktélben jó a viola. Kóstolj meg te, kóstolj meg jöttem. Talán nekem nagyon-nagyon édes, ennyi. Lehet, hogy 2 cent helyett másfél cent cukorszirup jobb lett volna. Akkor nem, meg a durva.
zubrovka. Igen, 3 cent zubrovka, fog belekerülni egy kis blackberry szirup, fog belekerülni egy kis angosztúra, és még gondolkodok, hogy citromlevet akarok-e bele, de nem akarok, nem, ezt majd így. Na, almalét felöntöm. Lehet, hogy 2. Így valahogy. Szerintem ez így ennyiben. Össze akarod keverni? Nálam kimerül. Ah, egy kicsit össze kevergelni. Egészségünkre. Ezt adom. Uh-huh. Fincsó benne. Az, ez jó, azt miért nem használtuk eddig semmilyen? De most nekem nem rémlik, hogy valami ezt használtuk. De ez jó. Spengecumú. Ez jó. Na? Hasonlít az enyémhez, csak nem annyira édes. Ja. Ez jó. Tetszik. Na, fasza. Tök boldog lettem. Na. Jön bele 3 cent. Harmad a citrom között. Egy kis menta. Még ez már csak ilyen garnish-szerűség lesz. Jó. És rakunk bele. Majdnem 2 cent kakukkfűszirupot. És tonikkal felejtjük. Hú, de megkomolyodtunk amúgy így a végére, amúgy zseniális. Persze, ha ez is jó lesz, én nagyon büszke leszek magunkra. Amúgy jaj, akkor így mindenki. Csuma random vág. Amúgy ilyet csinálhatnánk velük. Amúgy jaj, ezek jók, ezek random. Tényleg, mindig vagy valami 3 centet fejeként a végére. És azt egy picit megkavarnám. Így alulról felfele, mert alul van a szirup. És azt, ha csak simán kavarod, nem jön fel. Nézzük meg. Szerintem az... Most így random ez. Tényleg bírtam a hírtó, finom. Ez egy ilyen... Ott van. Van benne, érted. Ez ilyen frissítő. Az. Ez szerintem ez finim, a pont finim, nem finim. Édes, nem keserű, ez az a tonic, pont. Tonic üt rajta, ez aha. Kemény. Aha, én ezért nem annyira érzem rajta a szirupot amúgy. Úgy volt az ötletem, hogy akkor szavazunk, hogy ki a legjobb, de szerintem annyira jó lett mind a három, hogy nem kell szavazni. Nem, hogy ez nagyon más stílus amúgy. Ez nagyon jó lett. Én egyébként csak frissítőre mentem, mert az édesebbre, jóas meg az, hogy a kettő közé. Ezt hívják finálére. Ha valaki ért is amúgy így a keverésekhez, az írja meg azért kommentbe, hogy mi a véleménye amúgy. De próbáljátok ki ti is mind a hármat, azt mondjátok meg, hogy melyik a tuti. Zubrovka. Off. Összefoglalóra erről annyi a véleményem, hogy aki ezt magával vissza, az a pokorra kerül. Majd ott alig. De amúgy... Tehát ez annyira jó piák, ugye koktélokból, hogy szerintem kár lenne magába inni. Tehát csak öntsétek fel simán tonikkal, vagy gyömbérrel, vagy valami ilyesmivel, és akkor úgy is sokkal jobb, mint magába. Nem, de magában sem rossz. Nem rossz. Csak de koktélalapanyag is sokkal valami, jobb. Ja, mert amúgy jó, mint egy vodka. Tehát például próbáljátok ki azt, hogy legközelebb vodka helyett ilyet vesztek, és akkor kipróbáljátok úgy. Hol a bőjét? Felvágtam Bence. Ja. Felvágtam 3 fő direkt felje. Ezeket tudom, pont itt, hopp. Itt a bőjénfű belőle, mindenki kapott egy ilyen egyenlő üzét. Egi. Egy jól összerágod, van íze. Bravo. Nagyon enyhe, de van. Hát ez nem olyan, mint a pálinka, mondjuk más. Na, hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy like-ot, iratkozzatok fel. Hogyha pirosat alul az a íze, feliratkozó van, akkor fejjárnak, de úgy jó izomból. Hogy? Fel egy iratkozó, hogy fejjel meg? Mutasd? Hát ez ragad. Hát te még megfejjelzve. Mi hát ennyire? Na, nyomjátok meg. Ha csengőt megnyomjátok, akkor hetente egyszer kapni fogtok majd egy értesítést, hogy van egy új videónk. És akkor jövő héten majd találkozunk. Megvárom, amíg feliratkoznak azok, akik még nem iratkoztak fel. Várok. Feliratkoztál meg? Jó, már meg hát semmiben nem telik basszus. Most mibe kerül? Várok. Mibe kerül az, hogy te ott feliratkozol? Semmibe. Nyom már meg, érted? Nekünk tök jó, mindjárt megvan a 10 000. Nyom már meg, érted, hallod? Ne legyél már kapva. Nagyon-nagyon várok.